120 tüntetőt tartóztattak le ma reggelig Isztambulban. Tegnap az egy évvel ezelőtt kezdődött kormányellenes demonstrációkra emlékeztek egy újabb ellenzéki megmozdulással. De a Taksim térre most nem tudtak bejutni. Több száz ellenzéki aktivista vonult fel tegnap Isztambul és Ankara utcáin a kormányellenes tüntetések évfordulóján. Az isztambuli tömeg az ellenzék jelképé vált helyére, a Taksim térre akart bejutni, hogy a konzervatív Erdogan kormány lemondását követelje, felolvassa kiáltványát és virágot tegyen le a tavalyi áldozatok emlékére. Takarod gyilkos AKP, skandálták a kormánypártra utalva. A Taksim mindenhol ott van, az ellenállás mindenhol ott van, volt a másik jelmondat. Isztambul egyik belvárosi kerületében a tüntetők éjjel tüzet nyitottak a rendőrökre. A kivezényelt mintegy 25 ezer rendőr azonban a tömeg útját állta. A térre vezető utakat lezárták, és leállították a környéken a tömegközlekedést. Akik mégis megpróbálták megközelíteni a teret, azokat vízágyúkkal és könnygázzal tartották távol. Az Európa Tanács, amelynek Törökország is tagja, utólag elítélte a rendőrség erőszakos beavatkozását. A harcok hajnalig tartottak, de reggelre csend lett. A városban összesen 4 rendőr sérült meg, 120 tüntető. Őt vettek őrizetbe.